Ez az az épület a Pécsi Berek utcában, ami másfél évtizede üresen áll, és folyamatosan egyre rosszabb állapotban van. Most azonban lehetőség nyílik rá, hogy egy lakóotthont alakítsanak itt ki, mondja a Kerekvilág ügyvezetője. Több évtizedes most már az igény, hogy legyen egy olyan lakáshatón, de inkább támogatott lakhatási forma, amelyben akadálymentesen élhetnek úgy a kerekesszékes vagy mozgássérült emberek, hogy egyébként integráltan a többségi társadalomban élnek, nem egy bentlakásos intézményben. Ennek látszott megfelelő helynek ez az épület itt mögöttünk, annál is inkább, mert itt Kertvárosban ez egy most már több mint 15 éve üresen álló volt bölcsődei épület. Éppen ezért az alapítvány jelentkezett az ingatlanért, hogy hasznosíthassa. Az állami vagyonkezelőtől ezt az épületet megpályáztuk és megkaptuk erre a célra, hogy itt építsünk fel egy ilyen lakást, egészen pontosan egy társasházat, amelyben 9 lakás lesz. Lesz 2 fős is, tehát hogyha valakik párba szeretnének majd lakni, és lesz egy fős is. Kőveri János azt mondja, a környék alkalmas arra, hogy a kerekesszékesek elérjenek itt minden szolgáltatást. A boltok, gyógyszertár és egyéb szolgáltatókat akadálymentesen közelíthetik meg a Berek sétányon, illetve a Diana téren. Ezért volt fontos ez a helyszín. Az építkezést pályázati forrásból oldanák meg. Kiírásra kerül hamarosan pályázat. Ha minden igaz, még az ősz folyamán kiírják azt az EU-s pályázati forrást, amelyre éppen ilyen támogatott lakhatás kialakítására lehet pályázni országosan. Körülbelül 80-100 ilyen jöhet létre az országba ebből a kiírásból, ha ez megjelenik. Pécset ez az első, amiben kerekesszékesek lakhatnak. A becslések szerint 200 millióba kerülne a beruházás, azonban a pályázaton maximum 180 millió forint nyerhető el. Ezért a Kerekvilág Alapítvány gyűjtést szervez, illetve támogatókat keres, hogy megépülhessen a lakóotthon a kerekesszékes fiataloknak.